Jó reggelt kívánok, augusztus 19-e van, kedd, a Hubák névnapja. Sok szeretettel köszöntöm őket, és sok boldog születésnapot kívánok a születésnaposoknak, Burán Sándornak is, első vendégünknek. Jó reggelt! Nagyon szépen köszönöm. A közösségi portál az mindent elárul az emberről, úgyhogy sok boldogságot. Lesz köszönöm. Ma ünneplés? Szolidan, igen. Ezt össze szokták kötni augusztus 20-ával? Tehát a tűzijáték Burán Sándor tiszteletére is mindig repül? Azt hiszük, hogy az én tiszteletemre van, de hát ez persze nem igaz, de attól még jól esik. De jól hangzik ez. Igen. A szilveszterkor születettek, az egész ország ünnepli őket, sőt az egész világ. Hát nem tudom, hogy a magyar gazdaság kapcsán igazán van-e ok ünneplésre. Ugye van egy nagyon jó gazdasági adatunk, és akkor most rákanyarodunk az ünnepi mondatok után a valóságra, ami 3,9%-os utolsó negyedéves növekedést mutat, az mindenkit meglepett, és minden korábbi várakozás felett van. És van egy államadósság, amely minden korábbi várakozás felett van, és szintén mindenkit meglepett, egyszerűen nem tud mit kezdeni vele akkor, mert gyakorlatilag ez az egyetlen olyan adat, ami nem mutatott javulást az elmúlt időszakban sem. A kettő párban tud járni, egy erősödő gazdaság és egy növekvő államadósság? Hát tud párban járni, de nem egy szerencsés kombináció. Annyiban összefügg a kettő, hogyha nem lett volna a várakozásokhoz képest, az én várakozásaimhoz képest is sokkal jobb a gazdasági növekedés az elmúlt hónapokban, akkor ez az államadósság adat, ez még rosszabb lenne. Ugyanis hát ugye az államadóságot egyszer nézzük abszolút értékben, ez egy brutális szám, ez 25 ezer milliárd forint jelen pillanatban, tehát valami hihetetlen mértékben. 2010-ben a kormányváltáskor ez valamivel kevesebb volt 20 ezer milliárdnál, az is sok. Most ehhez képest az elmúlt 4 évben ezt nem sikerült egyáltalán egy forinttal se csökkenteni, ellenben 5 ezer milliárd forinttal növelni sikerült. Ez önmagában nem lenne tragédia, hogyha az államadóság növekedésénél gyorsabb lett volna a gazdasági növekedés ebben a szakaszban. De ez összességében nem igaz, még az elmúlt hónapok kiugró eredményei ellenére sem igaz. Ezért van az, hogy lényegében az Orbán kormány a saját csúcsát döntötte meg ezzel a 85,1%-os adósságrátával. Utoljára ez a szám akkor volt ilyen kedvezőtlen, amikor a Kósta Szijjártó nyilatkozat páros ostoba kijelentéseit követően a forint bedőlt és hirtelen megugrott az államadóság, ugyanis a forint gyengesége az egyik oka ennek a rossz számnak. Na ugye a tegnapi sajtó közleményében pontosan erre hivatkozik, hogy a kormánynak valamit tennie kellene a forint árfolyamának erősítéséért, ez javítana a helyzetem, meg hát ugye a 3000 milliárd forintos hitel, a giga hitel, ahogy fogalmazott a közleményében, amit az oroszoktól vennénk fel, ez a másik, aminek az otthagyásától, vagy otthagyását követeli a kormánytól. Ott fogják hagyni az asztalra kitett pénzt? Mit gondol? Hát ott kellene hagyni. Én nem tudom, mi jár Orbán Viktor fejében, mert nézve a nyilatkozatait időnként teljesen olyan, mint aki gyógyszerek hatása alatt áll és őrültségeket beszél. Tehát nem tudom, hogy milyen döntés születik. Azt tudom, hogy milyen döntésnek kellene születnie. Ugye ebben a helyzetben, amikor egyrészt külpolitikailag több mint szerencsétlen dolog Oroszországhoz kötni hosszú távú stratégiai céljainkat, ugye tőlük veszük fel a hitelt, és a ukrán válság kapcsán Oroszország minden csak nem jó fiú. Egyrészt kimutatta fog a fejét, és megmutatta a gázszállítások ügyében például, hogy egyébként hogyan bánik azokkal, akik vele nem értenek egyet. Tehát ez geopolitikai szempontból is egy katasztrófa, de legalább ekkora katasztrófa pénzügyi szempontból. Ugye ez a 3000, hát több mint 3000, ilyen gyenge forint, mert több mint 3000 milliárd forinttal dobja meg a mostani egyébként is magas államadósságot. Ez azt jelenti, hogy szó nincs arról, hogy a magyar államadósság csökkenő pályára állt volna, hogy ezt kormánykörökben szeretik elmondani, ez egyszerűen nevetséges hazugság. A helyzet az, hogy be fogunk ragadni ebbe a 80% fölötti adósságra. Azt mondják, hogy majd a második fél évezen azért módosít, mint minden esztendőben, és valamennyivel csökken majd az államadósság, hiszen az állam fizeti azokat a kötelezettségeit, amit kell, és ezek kisebbé válik az államadóssága. Meg azt is mondják, hogy majd megint jön az év vége, amikor különböző manipulációkkal lejjebb lehet nyomni az államadósságot, hogy aztán a következő év elején értelemszerűen megint visszaugorjon. Ezzel meddig lehet elnézést a kifejezését buherálni? Az elemzők szemében sem eddig. A magyar törvényeket ügyesen alkották meg Orbán Viktorék, és azt mondják, hogy az, hogy az alkotmány feltételeit teljesítsük, mármint ugye azt mondja ki ez a feltétel, hogy nem nőhet egyik decemberhez képest a másik decemberben az adósságállomány. Ezt ugye mindig egyetlen egy hónaphoz, decemberhez kötik. Most ilyenkor, ahogy az elmúlt esztendő végén is történt, a kormány azt csinálja közösen az államkincstárral,
hogy előrehoz olyan kifizetéseket, törlesztő kifizetéseket, amiket elég lenne 3-4 hónap múlva is törleszteni, ugyanakkor szükséges hitelfelvételeket, amik kellenének egyébként a folyó kiadások finanszírozásához, meg elhalaszt. És ezért a decemberi adat mindig jó, de csak a decemberi adat. És ez viszont a befektetőket egyáltalán nem téveszti meg, a befektetők pontosan látják, hogy beragadtunk a 80% fölötti adósság rátába, és egyébként ez Orbán Viktorék hibája elsősorban. Mondott valamit az előbb is, most már nem állom meg, mert ezt annyiszor mondják ellenzéki politikusok, mondta, hogy Orbán Viktor olyan, mint a gyógyszerek hatása alatt lenne, és olyanokat beszél, és ugye ez állandóan előkerül, mint vád, hogy Orbán Viktor biztos beteg, biztos gyógyszerszed, biztos gyógykezelésen van, ezt tudják, vagy csak mondják? Én erre nem akartam erre célozni. Én nem vagyok közelismerőse Orbán Viktornak, orvosa meg végképp nem vagyok, még fogorvosa sem, mert akkor jobban járnék, az igaz, mert akkor járnék is üzletet, ahogy ezt az ő fogorvosa megtette. Én ezt nem tudom. Azt láttam, hogy miket művel és hogyan nyilatkozik. A tustárfürdői beszéde az minden volt, csak nem egy józan politikusi beszéd. Ilyeneket ember csak akkor mond, hogyha valami nagyon szerencsétlen napja van, napszúrást kapott. Hát vagy ha úgy gondolja. Vagy hát akkor nagy baj van. Tehát hogyha ez nem egy rossz pillanata egy rosszul gondolkodó kormányfőnek, hanem ez a stratégiája, akkor ez nagy baj van, akkor tényleg nagy bajban vagyunk. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon Orbán Viktor mondjuk megengedhetőnek tartaná, hogy a Facebookot korlátozzák, és ne tudja meg például, hogy ma van a születésnapom, hogy például nőknek illendő lenne. Azt csak onnan tudom, hogy kiírja. Hát az adatok között szerepel, így van, de a Facebookot korlátoznák, hogy az adat sem lenne látható. De ez az apróságok közé tartozik, mert az által a példaképnek felsorolt országokban bizony van ilyen jelenség, hogy a Facebookot korlátozzák. Na igen, de most ügyesen kikerült a kérdésemre adott választ, mert nem nekem tudom, az betege Orbán. Mert nem, mert nekem az hiszem, hogy állandóan hivatkozik az ellenzék, meg publicisták, és hát a közbeszéd is ennek alapján arra, hogy valami baj lehet. Most vagy meg kéne tudni, vagy nem lenne ez jó hivatkozási alapnak, mert, hogy, mert hogyha nincs, akkor még miért erre fogjuk? Nekem őszintén a Dajs Tamás régi kijelentése jutott eszembe, amikor még sportminiszter volt, akkor egy kérdés azt válaszolta, hogy ilyet csak gyógyszerek hatására mondanék, vagy tennék. Nekem ez a kijelentés járta az eszembe. Mondhatni, majdnem klasszikus idézet volt? De klasszikus idézet volt. Én nem is akarok Orbán Viktor egészségi állapotával foglalkozni, ez nem az én dolgom. Olyan, amiről nincs biztos tudásom, nem szoktam felelőtlen nyilatkozatokat tenni. Na jó, térjünk vissza a közleményére. Azt mondta, hogy Matolcsy, hogy azonnal állítsa le a felesleges luxus kiadásokat. Csínyen kell ezzel bánni, mert egy pártársát, Matolcsy, hogy a hírek szerint egész pontosan a Nemzeti Bank be fogja perelni azért az állításért, hogy hegedűt vett volna, meg különböző festményeket és hasonlókat a Nemzeti Bank, ugye Braun Robertet szándékoznak a ma reggeli lapok szerint beperelnie miatt. Úgyhogy ezzel óvatosan kell bánni. Biztos abban, hogy ezek luxus beruházások? És nincsenek haszna? Biztos vagyok benne, hogy ezek luxus beruházások. Nem tudom egyébként, miért perel a Magyar Nemzeti Bank, én is sajtóban értesültem. Mert azt állítják, hogy ez nem igaz, vagy nem tudom, hát ez majd kiderül. Én azt saját szememmel olvastam sajtóban, és nem láttam cáfolatot, hogy vettek, vagy venni szándékoztak például Hegedőt Lajkó Félixnek, kiváló művész, de hát ez egy másik történet. Abban biztos vagyok, hogy abban az országban, ahol a friss felmérések szerint ismét nőtt a szegények száma, és több mint 3 millióan élnek, ez szerint a számítás szerint szegénységben Magyarországon, ebben az időpontban, ráadásul amikor a forint nagyon gyenge időszakát éli, ebben az időszakban jut eszébe a Magyar Nemzeti Bank vezetőinek egy luxuskastélyt megvásárolni saját üdülési céljukra, majd néhány napra rá több mint 10 milliárd forintért vásárolni egy irodaházat, amit mindenki luxus irodaháznak tart, az több mint pazarlás. A Magyar Nemzeti Bank pénze az mindnyájunk pénze. Nem viselkedhet úgy, mint egy költségvetési szerv, hogyha egyszer nála őrzik Magyarország pénzének jelentős részét, és Magyarország tartalékainak majdnem teljes egészét, akkor ezt a pénzt, ezt a tartalékot arra használja, hogy ugyanúgy vásároljon kastélyokat, hegedűket, festményeket, mint mondjuk egy állami szerv. Nem, ez nem dolga a Magyar Nemzeti Banknak, és különösen felháborító az a kontraszt, hogy amikor az alapvető munkáját rosszul végzi, mert a Magyar Nemzeti Bank kamatpolitikája
ez egyik oka a forint gyengélkedésnek. Amikor egyébként soha nem látott magasságokba szökkent a Magyarországon élő szegények száma, akkor előrukkolni ilyen milliárdos beruházásokkal, ez luxus, akár per elérte a Magyar Nemzeti Bank, akár nem. Van még egy kérdésem, szerintem az utolsó mai beszélgetésben. A Jobbik azt javasolja, és ezt folyamatosan mondják, most is elmondták, hogy újra kellene tárgyalni Magyarország nemzetközi pénzügyi kötelezettségeit, mert hogy többek között emiatt ilyen magas az államadóság, és ezzel valamit tenni kell. Ezzel egyet tudná érteni az MSZP? Ez egy életveszélyes dolog lenne. Tehát először is, amelyik országok eddig ezt megpróbálták, és valamilyen módon újra tárgyalták, hát közelünkben mondjuk Görögország ilyen, nagyon komoly feltételeket kellett vállalniuk, ezeket a feltételeket, ha nem teljesítik, akkor baj van. Ha feltételeket teljesítik, akkor is baj van, elég megnézni, milyen a helyzet most Görögországban. Ez az egyik ok. A másik ok, hogy egy olyan ország, mint Magyarország, aminek a helyzete, mérete ráadásul nem is akkora, mint Görögországé vagy Argentináé, bár mondjuk Argentína most szemmel láthatólag csődbe megy, nem fogják nekünk megengedni, viszont minden ilyen tárgyalási szándék azt sejteti, hogy Magyarországon katasztrofális a pénzügyi helyzet, azonnal zuhan további mélységekbe a forint, azonnal elmegy a befektetők kedve, hogy ide Magyarországra munkahelyteremtő beruházásokat hoznak, ezért ennek a felvetése komoly szinten életveszélyes. Ilyen beszéddel el lehet jutni odáig, hogy reális legyen a felvetés. Hivatkoztam a Kósa Szijjártó páros nyilatkozatára, elég volt egy két-három szerencsétlen, sőt ostoba kijelentés arról, hogy Magyarország csődközeli helyzetben valami egyébként nem volt igaz, és rögtön bedőlt a forint. Most szerencsére ezt Vona Gábor pártja teszi, amit azért nyugaton nem vesznek komolyan, de ezt a nyilatkozatot tette volna mondjuk Szijjártó Péter most, hát megnézhetnék magunkat. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzám. Én is köszönöm. Egy boldog születésnapot még köszönöm egyszer. Köszönöm még egyszer.